kollégák. Jelenleg itt vagyunk az egyik bizonyos területen, műtrágyát szórunk, és én vagyok a rakodós, a piros 82-essel, apa pedig a műtrágyát szóró 82.1-es MTZ-vel. És ugye van nekünk ez a jó darunk, amit ugye kölcsönbe kértünk, és most felakasztom a Big Bag zsákot, majd meglátjátok, hogy milyen lesz. Nagyon szép amúgy az árpánk, csak ugye harmat van, meg sár, tehát arrább ott vannak ilyen jó nagy vizenyős részek, mert ide a belvíz itt megáll. Kis ifakocsi, ezt a saját, ezt is kértük. Itt még az előző zsáknak a maradványa, amit nehéz lesz most itt kiszednem, mert szerencsétlen típus vagyok. Oké, és megoldottam, gyerekek, nagyon komoly. Az úgy jó helyen lesz, majd összetűrjük, azt elvisszük. És úgy igazából ennyi. Ez egy házilag gyártott daru, aminek igazából ez a része, ez egy rendes gyári daruból lett kiszedve, meg a munkahenger, viszont az alja az IH-ekéből van, úgyhogy nagyon össze van heftűve. Ott megy pater. 6 zsákot hoztunk, abból már 3-at kiszórtunk. Csorotraktor kicsit sáros. Ezt utálom, mikor ez így zörög. Nem szeretem. És meglehetősen jó az árpa. Igaz, hogy kicsit harmat van, de nagyon jó az árpa. Ugye nem tudom, hogy láthattátok, nem tudom, hogy Facebookra kitettem-e, a Postalicska címjelet megkapta a 82-esem, mert hát ugye többet ebben megyek, általában is állok egy kicsit, mert motort nem lehet megállítani, mert sajnos akkor nehezen tudjuk elindítani. Az akkumulátorral vannak ott problémák, de úgy minden oké. Cseréltünk rajta áramtalanítót, ami nagyon jól teszi a dolgát, majd mindjárt beülök és azt megmutatom. Tervezzük még, hogy hátrahozunk még egy kör hidraulikát, ugye, hogy ezt a kitoló részét tudjuk működtetni. Ahogy láthatjátok, a kábel az itt van, tehát az megvan hozzá. Csak hát ugye az két pár hidraulika, vagy egy pár hidraulika van. És én még szeretném, ugye mivel nagyon emeli az elejét, korsúlyt még rátenni pluszba. De amúgy nagyon tökéletesen végzi a dolgát. Be is pattanok, hát vannak benne cuccok, ugye itt az új áramtalanító. Nagyon jó végzi a dolgát. Más nincs, ami azért újítás. Jó, hát ez... Nem akarom magam látni, mert hülyén áll a hajam. Figyelj, azt még fölemelem. Kicsit megázott. Ugye ezzel emelem a darut. És megdöccintem egy kicsit, mert vizes volt. Így jó lesz ez. Hoppá, kicsit mintha belement volna a sárfútba apa. Ha jól látta, nagyon megviccentette magát. De jó van, mindjárt jön rakodni, akkor majd ugye folytatom, úgyhogy nem sokára találkozom kollégák. Nos kollégák, hát ezt most nem így terveztem, mert ugye a videónak az előző pillanatában azt mondtam, hogy jön apa, és ugye rakjuk bele a műtrágyát. De most ahhoz képest, fönn van 3 zsák, és vonulunk hazafele. Most előre leszögezem, hogy hoppá. Hallottátok el, mindegy. Szóval hogy az a lényeg most, hogy nem tudtam megnézni, hogy van a kamerának a látószöge. Hogyha kicsit szarú van, akkor azért bocsi, de majd megpróbálok rajta állítani valamit, mert ugye föl kell tegyem töltőre. Na most a lényeg az, hogy ti mint MTZ-sek tudjátok, hogy ugye 2 tankja van ugye az MTZ-nek. 50-50 literre el van osztva. És ugye ott van rajta egy csap, amivel el lehet zárni a gázolajnak a folyását. Na most ez a csap azon az MTZ-n kitörött. Egyszerűen kitörött. És
folyik belőle a gázolaj. Most apa csinált egy botból egy ilyen tugaszt, és most megpróbálunk vele bevonulni. Tehát itt van még nekünk három zsák, azt még el kellett volna szórni, de sajnos nem tudtuk. És a sajnálatos módon meg kell menjünk. Közben most megyünk majd át a nagy vízen, ezért majd akarok nektek, ugye akartam ugye alapú videót csinálni, csak hát egy kicsit később, mikor elszórtuk a műtrágyát. Mert most ez nem lesz kellemes, hogy én itt három zsákot nem fogok vonulgatni vele a nagy vízbe. Tehát jó, mert meg kell ilyen is. Nem is váltok, most terepülve vagyok. Pontosan azért, mert a víz vége. Most is már beúztam az elejét neki. Az első hajtás. Amikor befele jöttünk, akkor apa mondta, hogy én menjek a másikkal, és akkor tudja, hogy hol kell majd menni. De most már tudom én is. Ennél a résznél elvileg jobban fog rúgni, mert most, ahogy jövünk, a jobb odalsó rész ott egy kicsit mélyebb, és ott rúgni fogja magát. A darut azt megemelem, az hadd szóljon. Padlózzuk neki. Jó belvédes terület. Sajnos itt mindig megáll a víz. Remélem nem akar leborulni semmi. Mert akkor hát akkor nem tudom, mit csinálok. Tenger van, gyerekek, tenger. Oda nézzetek. Tehát ez még semmi a másikhoz képest, ott nagyobb a víz. Ha hallod a malacsot, az simán viszi a víz. Olyan, mint a tenger alatt járunk, megyek mindenhol. Mint a jéggyöri hajó. Ugye néha rá kell menni a hidrolikára, mert ugye a daru az nehéz, és hát ezt a hidrolika nem volna MTZ, tehát az érdekes. Sokan kérdeztétek, most így eszembe jutott, mint közben megyek, hogy a John Deere amikor lesz videó. Na most a John Deere is kérdéses, mert Csoró traktornál ott is vannak problémák, de arról nem szeretnék mondani semmit, mert még nem tudjuk biztosan. Az a lényeg, hogy kombinátort már föltettük. Lehet, hogy délután, vagy hát mikor hazaértünk, valamit csináltuk az MTZ-vel, akkor kimegyünk és megpróbáljuk, hogy musikál a kombinátorozásnál. Még egyszer mondom, nem akarok beszélni róla, hogy mi a baj annak. Majd, ha okosabbak vagyunk. És majd akkor szerintem kombinátorozásnál lesz vele videó. Vagyis hát tervezem csinálni. A tavalyi évet a kombinátorozással kezdtem, ugye az volt az első traktoros log. Ez meg szám szerint hogy is van? 12, 13, 11. elvileg. 11. traktoros log, de vlogban 13, mert ugye volt először egy állatetetős, illetve egy fogorvosos log. Kicsit rángat a kocsi, igen. Vannak ám nyombájuk, annyiuk a szakramentum. De ez még mindig semmi arra felelébb, pörböly felelébb belső földekhez. Ez még mindig semmi. Meg lesznek majd szépen mosdatva, igen. Muszát ki akar megnézni, hogy folyik a gázolaj. Az lesz a cumi, hogyha befele menet elfogy. Mert akkor nekem be kell vágtassak, és valahogy be kell vinni a traktor. Majd azt még nem tudom, de reméljük, hogy ez nem fog bekövetkezni.
azért majd, amit a kuplungnál hallottak, azt mondom, azért bocsi, de ugye ez már ki van kicsit kopva, és meg kéne kenni utána jó ám. Az első hajtást azt még nem veszem ki majd ott kijjebb. Minden az útról szeretnék szerencsésen kiérni. És utána már véges lehet. Amúgy ott is van egy nagy tenger, ez a megyes alatti nagy lap. Ja, és most jut eszembe, srácok, hát a GoPro, ez az első traktoros lop. Hülye gyereknek most tűnik fel, mert ha megszoktam, tudjátok, esélyt főrakom, az viszontlátás. Ó, ha nem, mert ez már GoPro. Nagyon remélem, hogy látszózok minden most. Na nem, akkor egy kicsit mérges veszek magamra, de hát jó van. Kéne egy memóriakártya olvasót venni, és akkor az update-ot rá tudom tenni a kamerára, és már tudok csatlakozni ugye telefonra. Iratkozz fel és dobjál rá egy lájkot, rácsoltam, szép napot kollégák!